A Jós András Oktatókórház sebészeti osztályán évtizedek óta nagy hagyománya van az endokrinológiai sebészetnek. Így az 5000 dolgozót, 3000 ágyat és évi 3 millió járó beteget számláló megyei kórház fejlesztésével együtt a sebészeti osztály is nagy változásokon ment át. Az utóbbi években a pajzsmirigy műtétek tekintetében jelentős fejlődést tapasztaltak a szakemberek. A legfontosabb változás az endokrinológiai sebészet területén, amiről el kell mondjam, hogy a Nyíregyházi Kórházban évtizedek óta nagy hagyománya van ennek a típusú műtétnek, évente több mint 200-250 pajzsmirigy műtétet végzünk. Az utóbbi éveknek, mint ahogy általában a sebészetben, így az endokrinológiai sebészetben a laparoszkópos beavatkozások voltak a legnagyobb mérföldkövek, úgyhogy most ezen a rendezvényen hazánkban először láthatnak a résztvevők egy olyan speciális műtétet, amely Magyarországon még soha nem volt bemutatva, egy endoszkóposan elvégzett pajzsmirigy műtét, amit egy Ausztriába jött sebész kollega fog elvégezni. A pajzsmirigy műtéteket hagyományosan nyaki metszéssel szokták elvégezni, azonban az új eljárás attól forradalmi, hogy a beteg nyakán nem marad látható heg. Ilyen műtétet hazánkban még nem végeztek. Azt gondolom, egy intézmény életében, amennyiben egy ilyen rangos eseményt idehoznak, az itt folyó szakmai munkának a elismerése. Sebészeti osztályunk egy nagyon országosan és nagyon jó hírű, jól felszerelt, mind humán erőben, mind műszerezettségben, és mind innovációban. Ugye a pajzsmirigy sebészet az egy forrongó terület, nagyon sok pajzsmirigy beteg van, és ezeknek a műtéteknek a megoldási módjai azok nagyon komoly sebészeti felkészülést igényelnek. Itt az intézményünkben mind, ahogy említettem, humán erő és mind műszerezettség szempontjából készen vagyunk erre. A kórház számára elismerés, hogy az új endoszkópos pajzsmirigy műtéti eljárást egy Ausztriából érkezett szakember mutatta meg, amelyet folyamatos élő közvetítéssel figyelhettek a dolgozók. A konferencia második napján szombaton elméleti előadásokat hallhattak, a tudományos rendezvény pedig tesztírással zárult.